Budaházi György felsőrendű vándorlással szemben kiszabott szabadságvesztés büntetés, 6 év fegyház büntetése, a közügyekről eltiltás mellékbüntetés tartalmát 5 évre enyhíti. Másodrendű vándorlással szemben kiszabott szabadságvesztés büntetés, 5 év 6 hónap fegyház büntetése, a közügyekről eltiltás mellékbüntetés tartalmát 5 évre enyhíti. István harmadrendű vádlottal szemben kiszabott szabadságvesztés büntetés, 5 év 6 hónap fegyház büntetése, a közügyekről eltiltás mellékbüntetés tartalmát 5 évre enyhíti, a kiutasítása vonatkozó ítéleti rendelkezés mellőzi. Negyedrendű vádlottal szemben kiszabott szabadságvesztés büntetés, 5 év fegyház büntetése, a közügyekről eltiltás mellékbüntetés tartalmát 5 évre enyhíti. Mihály ötödrendű vádlottal szemben kiszabott szabadságvesztés büntetést, 5 év fegyház büntetése, a közügyektől eltiltás mellékbüntetés tartalmát 5 évre enyhíti. Tessék el foglalni. Veszélyességű bűncselekmény, amit megállapítottak, látott a bíróság, eltelt 14 év. És az ott a 14 év alatt ugye, nyilván a vádlottak életében, személyiségében is jelentős változások következtek le. Tehát a másodfokú bíróság is észleli azt a súlyos ellentmondást, ami jelentőben mutatkozik, és amelyet a másodfokú bíróságnak fel kellett volna. És azt is tudni kell, hogy egyébként az ügyészség, mint az állam büntető adatúrimát gyakorló szervezetnek a kezében van a párt, tehát tudjuk, hogy itt a köztársasági elnök vásárlóknak esetében gyakorolta a kegyelmi jogkörét. Az ügyészségnek is lehetősége van arra, a második eljárásban is, hogy mutatja, hogy ezek a cselekmények valamilyen ok miatt már, cselekmények miatt már valamilyen ok miatt nem kell az állami büntető jogi igényet érvényesíteni, tehetem volna azt, hogy effektív a vádat. A bíróságnak sincs kétsége a felelő, hogy 9000-ben vádat, 40-ben vádat, tehát több ilyen kis hasznosnak kell mutatni a hatást. Nincs jó vagy rossz terrorizmus, csak terrorizmus van, a legnevesebb cél sem alkalmas, legnevesebb cél sem szentesíti azt, hogy ilyen eszközökhöz forduljon valaki, illetve egy csoport.
igazságügyi minisztérium előtt. Ma született egy jogerős ítélet, amelynek tartalmát ugye ismerjük, ott voltunk. Ennek a lényege az, hogy összesen 50 év 6 hónapra csökkentették a 102 év 6 hónapos szabadságvesztés büntetés 10 még eljárásban maradt vádlottnak, és ami nagyon fontos, ugye, hogy 7 vádlott korábban, tavaly decemberben az igazságügyi minisztérium előterjesztésére és a köztársaság elnök asszony döntése alapján kegyelemben részesítette őket, eljárási kegyelemben, és van szerencsém itt körünkben üdvözölni dr. Épási Róbert parlamenti államtitkár urat, aki személyesen lejött és röviden itt van most velünk. És akkor én megragadnám az alkalmat így célirányosan, ismeri Robi, hogy én azért ilyen célirányos szoktam lenni így a 4 éves parlamenti munka idején, és most egy olyan petíciót szeretnék átadni, aminek van egy aktualizáló záradéka, hiszen a mai napi események szerepelnek benne, hiszen Budázi Györgyöt és 5 társát elvitték büntetés végrehajtási intézetbe, hogy megkezdjék a büntetés végrehajtást. Budázi György esetében még ez 2 év letöltendőt jelent, a többiek esetében is körülbelül fejenként 3 év, ahogy számolgattuk, de van akinek picit még több is, úgyhogy mi nagyon reménykedünk a kegyelemben, és ezért ragadnám meg az alkalmat, hogy ezt a 2023. február 24-én benyújtott büntetés végrehajtás elhalasztására, illetve félbeszakítására irányuló kegyelmi kérelmet, vagy kegyelmi kérem kiegészítését felolvassam itt mellettem álló Budázinét Trencsányi Bernadettnek, Gyuri feleségének, és akkor ezt el is kezdem. Tisztelt miniszter úrnő, hát miniszter úrnőnek címezzük, Varga Judit, dr. Varga Judit miniszter úrnő részére. Alulírott Budázinét Trencsányi Bernadett, mint férjem Budázi György, jelenleg a fővárosi ítélőtábla előtt 6BF298/2022-es számon folyamatban levő büntető eljárásban elsőrendű vádlottként szereplő terhelt érdekében 2022. március 22-én kezdeményezett egyéni eljárási kegyelmi kérelem előterjesztője az alábbi kérelemmel fordulok önhöz. Férjem Budázi György immár 14. éve áll büntető eljárás alatt a jelenleg Budázi Unia ügyként ismerté vált büntető eljárásban. Férjem és jómagam és számos ügyünket ismerő ügyvéd és szakoktató meggyőződése szerint a gyurcsányi koncepció szerint törvénytelenül megszerzett bizonyítékok és bűnösséget kizáróan alá nem támasztó bizonyítékok alapján egy törvénytelen, de rendkívül súlyos következmény ítélet született, amely széleskörű társadalmi felháborodást váltott ki. Férjem soha nem ismerte el bűnösségét, és részletesen és tételesen, mind ő, mind pedig védője a többi vádlottal és védőikkel együtt igazolni tudták a vád alaptalanságát, ezért meggyőződésünk szerint egyedül törvényes döntésként felmentő ítéletnek lett volna helye. Már így is annyi szenvedést és veszélyfutást hozott el az ügy számunkra, hogy önmagában az eljárás ilyen hosszú időre történő elhúzódása is kétségessé teszi, hogy törvényes ítélet születhet, és ez indokolttá teszi a kegyelmi megoldást. Véleményem szerint, amelyben osztozik férjem, vádlottársai és minden hozzátartozó és védők, továbbá az ügyet figyelemmel kísérő, sok százezres hazai magyar közösség, akármilyen döntés születik, mindenképpen az egyetlen igazságos, igazán méltányos, korrekt és tisztességes megoldás az lenne, ha dr. Novák Katalin köztársasági elnökasszony végrehajtási kegyelemben részesíteni az összes még eljárás alatt levő vádlottat ebben az eljárásban. Kérem ezért, hogy soron kívül szíveskedjenek intézkedni férjem büntetésének félbeszakítása iránt, a végrehajtás félbeszakítása iránt, és támogató javaslattal mielőtt terjesszék fel végrehajtási kegyelmi kérelemként a 2022. március 22-én benyújtott kegyelmi kérelmemet mellékleteivel együtt. Köszönettel Budázinét Trencsányi Bernadett. Köszönöm szépen. Azt a tájékoztatást tudom önöknek mondani, hogy a kegyelmi eljárás folyamatban van. Tehát valóban úgy van, ahogyan a kérelemben is szereplő, és ahogyan az előbb elhangzott, hogy a köztársaság elnök nem bírálta el a hozzá felterjesztett kegyelmi kéremeket. Ezt a kéremet, tehát ami a büntetés végrehajtásának elhalasztására, vagy félbeszakítására vonatkozik, ezt pedig akkor tudjuk elbírálni, ha a bíróságtól legalább az ítélet rendelkező részét megkapjuk hivatalosan. Ez néhány napon belül meg fog történni. Köszönöm szépen! Köszönjük! Viszontlátásra! De én aztán megérkezettel kérem, ugye? Megérkezettel kérem.
Köszönöm, mindenkinek megérkezett a szerep. Viszont hátra sok, köszönöm szépen. Reménykedhetünk azért, igen.